Andrással készültünk egy újabb műsorra, és azt mondta, nekem az álmokról lesz szó. Aztán kaptam egy e-mailt, és egy olyan témát hozott fel ma nekünk, amire én jó néhány éve készülök, hogy egyszer majd megmerem kérdezni. És ez a jó Isten kérdése. Köszöntöm, András! Hálás vagyok a tegnapi e-mailjéért, mert igaz, hogy jó néhány hónapja én készültem valamire, és úgy nézegettem utána az álmoknak, de pont mondtam a kollégáimnak, hogy izgalommal tölt el ez a mai nap, mert egy olyan kérdéskört hozott nekem, ami jó néhány éve, 3-4 éve foglalkoztat, és nem volt merszem előhozni, mert azért valljuk be, erről beszélgetni azért nem egyszerű dolog. A Jóisten kérdését hozta nekünk. Miért? Az álmokhoz fogunk kijutni, de van egy előzménye, mint mindennek, az egész életünknek. Sokan úgy gondolják, hogy elhagyta őket az Isten, de valójában a Jóisten vár bennünket, az emberek hagyták el őt. Valami egész más dologra helyezték a figyelmüket, nem a nagy szellemre, nem a szellemiségre, hanem egy ravasz dologra, ami maga az elme. Az elme nagyon sokat játszadozik az emberrel. Mindenkinek van elméje. Van, akinek csak van, aki használja, és hogyha az elme megerősödik, ő használja az embert. És ha valaki elmében él, akkor könnyen elfelejtkezik a legnagyobb szellemről, a teremtőjéről, a minden tudatról, akinek köszönhetjük az életünket. Valami olyanról lehet elfeledkezni, amiről tudjuk, hogy van. Ők úgy gondolják, hogy ez nincs is. Megdöbbentett, amikor a vallás történetbe egy kicsikét visszamentem, és kerestem a szellemet a vallásban. És nem találtam. 870-ben a konstantinápolyi zsinaton törölték a szellemet a Bibliából. Így a mai Szent Háromságban sem szerepel már, van Atya, Fiú, Szentlélek, de a Szent Szellem eltűnt a Bibliából. Aztán megvizsgáltam a tudományokat, ott, mint tudjuk, a tudomány az tagadja az Istent, de történt valami nagyon különös dolog, önmagát helyezte Isten képébe, és a tudományt ma illik az embereknek isteníteni. Én úgy látom, hogy az emberi lényegünkről, a szellemi öntudatunkról a legnagyobb elterelő hadműveletet a vallás és a tudomány kéz a kézben követte el az emberek életébe. Picit menjünk abba bele, hogy András, amikor szellemet mond, akkor az mit akar? A szellem és a lélek között van egy nagy különbség. A szellem a nagy szellem, és hogyha visszamegyek egészen a múltba, volt egy öreg Isten, a nagy szellem, aki itt hagyta két fiára azokat a dimenziókat, amit itt megteremtett, 21 dimenziót. A két fiú közül az egyiket úgy hívják, hogy a jó Isten, a másikat pedig úgy hívják, hogy a sötét oldal, vagy a sátán. Ők a két nagy szellem, akik teremtő erővel bírnak itt a dimenzióinkban. Már az is megtévesztő egy kicsit, amikor a vallás kijelenti, hogy egy Isten van. Holott a Bibliába, bárhová lapozunk, az Ótestamentumba, vagy az Új Testamentumba, mindenhol azt találjuk, hogy a Biblia két Istenről beszél. Két szellemről, két teremtő szellemről beszél. Ha megengedi Anikó, én nagyon röviden idéznék az Ótestamentumból, Mózestől. Mondd az Isten, mármint a jó Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerek halain, az ég madarain, a barmokon, és minden egészen. Ugyanakkor néhány sorral lejjebb, és mondd az Úr.
Az előbb ugye mondá az Isten, a jó Isten, mondá az Úr. Mindjárt kiderül, hogy ki ez az Úr. Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről. Az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat, az ég madarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. Tehát itt nem azonos személyről van szó, pedig őt azt mondja, hogy ő teremtette. Aki azt mondja, hogy teremtek embert, azt az Isten mondja. De lejjebb egy kicsit már nem az van írva, hogy mondá az Isten, hanem mondá az Úr. És a Bibliában folyamatosan keverik ezt a két fogalmat, hogy Isten Úr, de mint látjuk, egyik szereti a teremtést, a másik megveti, és ahogy az Új Testamentumban olvashatjuk róla, a 8. fejezet 44-es részben olvassuk, ti az ördög atyától való vagytok. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne. János evangélium 8-as rész 44-es szakasz. Tehát az Új Testamentumban is utalnak arra, hogy van két teremtő, egyik szereti az életet, tiszteli az életet, életet teremt, a másik pedig gyűlöli. És legszívesebben megölne mindenkit, mert ő nem szereti az élő teremtményeket. Tehát akkor az, amit mi akár gyerekkorunk óta tanuljuk, hogy egy Istenünk van, aztán közben előjön ugye a római meg a görög mitológia, hogy ott jó néhánnyal találkoztunk, akkor hol az igazság? Az igazság egy helyen van, szellemben. Aki a szellemekkel tud beszélni, aki a szellem nyelvén tud szólni, aki szellem szintről tudja nézni a teremtést, az az igazságot látja. Aki elméből gondolkodik, azokból a dolgokból, amikről meggyőzték, és mondja ez az én meggyőződésem, az mindig csak részigazságokat lát. Nagyon fontos, hogy megtudjuk az igaz alapokat, és lássuk azt, hogy kik vezettek félre bennünket. A dogmákról, úgy az egyházi dogmákról, mint a tudomány dogmáiról nagyon sok esetben kiderültek, hogy nem igazak. Valójában azért kellett dogmát hozni, hogy higgyel mindenki, mert a belső hit ezt nem engedte meg az embernek, ezért egy külső hit, egy hiszékenység kellett ahhoz, hogy hamis dolgokat elhiggyenek az emberek. Ugye most András két szót mond, ami azért rokon értelmű, a hit és a higgyel. Tehát itt azért az elmondás alapján ebben nagy különbség van. Óriási különbség van. Mert ha egy mai embert megkérdezünk, hogy mit jelent számára a hit, akkor azt mondja, hát az, hogy vagy elhiszem, vagy nem. Erre én annyit tudok mondani, hogy ez a hiszékenység, elméből fakadó hit. Hiszem, vagy nem hiszem. Sokáig kutattam, hogy valójában ez a szó mit jelent, és egy olyan megközelítést, amit már el tudtam fogadni, a görög nyelvről lefordítva találtam meg. A görög nyelvben a hitről a következőt mondják, a hit egyenlő szellemi látásmód. Tehát nem az elmémből figyelem a dolgokat, hanem a szellememből figyelem a dolgokat. És ha valaki csak belelapozott a Bibliába, az Ótestamentumban rögtön az elején megtaláljuk Káint és Ábelt. Istennek nagyon tetsző gyermeke Ábel, hiszen Isten tanításai szerint, az isteni kinyilatkoztatás szerint, a nagy szellem szerint él. Áldozatot mutat be Istennek, Isten el is fogadja. Aztán jön Káin, és valami egészen más csinál, nem azt, ami az isteni kinyilatkoztatás. Ő kitalálta, ő elgondolta, hogy majd mit fog csinálni. Nem szellemből cselekszik, hanem elméből. Isten nem fogadja el az áldozatát, az ajándékát. És megtudjuk később a Bibliából, hogy miért cselekszik így Káin. Mert ő a másik teremtőre, a sátánra hallgat. És ő, mint tudjuk, kezdettől embergyilkos volt. Káin meg is öli Ábelt, és utána elbújdosik.
Hát valahogy így bújdosik a mai ember is az elméjébe, ahelyett, hogy feleszmélne és szellemi öntudatához visszatérne. Nagyon kevés olyan tudatos ember van, aki ezt elcsípi önmagán. Milyen, hogyan tudja egy olyan ember, aki most megnézi ezt a műsort, hogy ő most hiszékeny, vagy van valódi hite? Mi a különbség, ha én leülök, veszem a fáradtságot, elgondolkozom, akkor hol csípem fülön ezt a két dolgot? El kell gondolkodni, és nem csak felszínesen megvizsgálni a dolgokat, hanem mélyen, minden oldalról meg kell vizsgálni a dolgokat, és rájöhetek arra, hogy amit én fölépítettem magamba, hitrendszert, a hiszékenységem által, amit az iskolákba, az elmémbe súlykoltak, nagyon sok helyen a dolgok nem passzolnak. És el kell gondolkodnom azon, hogy egy más szemüveggel nézzem a világot. Senki nem szereti a hazugságot, mégis nagyon sok ember hazudik. De sokszor azt se tudják, hogy hazudnak. Az hogyan? Akkor annak az embernek hogy lesz jövőképe mondjuk a hitben? Úgyhogy egy új szemléletmódot sajátít el. Rádöbben a szellemi önvalójára. Rádöbben, hogy ő nem csak elme és nem csak test, hanem ő sokkal több. Nagyon sok ember elfogadja azt magáról, sőt, ha megkérdezzük, hogy ki vagy te, akkor elmondja, hol lakik, mi a foglalkozása, hány gyereke van, milyen nagy dolgokat vitt véghez az életbe, elmondja, hogy ő micsoda. Hogy apuka, hogy mérnök, hogy férj, hogy hol lakik, hogy mit csinál. Ez micsoda, de ugye mi azt kérdezzük, hogy ki vagy te? Nem azt, hogy mi vagy, hogy ki vagy. És az, hogy én ki vagyok, egy szellem. András kicsoda? Pontosan tudom, hogy kicsoda. Tudom, hogy Istenből vagyok, hogy Istennek része vagyok. Én nem hiszem az Istent, hanem tudom. Nagyon sokat kerestem, kutattam, hogy megtaláljam önmagamat. Hogy megtaláljam a szellemi önvalómat. És így közel kerültem egy olyan világhoz, ami tanít, fölhívja a figyelmet az elme huncutságaira, ravasságaira, mert az elménk az kiváló szolga, de nagyon ravasz. És ha nem szolgálatra kérjük, akkor ő egy idő után azt hiszi, hogy ő az úr. És a róka és a kis tyúk meséjében is, ott van a ravasz róka, és ott van a tyúk, akit becsap a róka, de a róka ravasságához kell ám a tyúk is, akit be lehet csapni. András, miért kezdte el kutatni a valóságot, az igazságot, ahogy András nevezi? Elégedetlen volt? Nekem nagyon könnyű dolgom volt. Ért egy baleset, ahol egy klinikai halál állapotába kerültem, 9 évesen. Néhány perc alatt végig surrant előttem az a kis 9 év. Ez néhány pillanat volt, és láttam a fönti világot. Újra láthattam, ahonnan jöttem, és visszahoztak ebbe a világba. Számomra a szellemvilág egy kézzel fogható valóság. Mindnyájan onnan jövünk, de amikor leszületünk, akkor egy testet veszünk föl, és egy lelkiséget kezdünk építeni. És bár egy kisgyerek még emlékszik dolgokra, rád szellemeket, de 3-4 éves korban ez eltűnik. 9 évesen érdekes dolog volt ezt újra látni. És amiről mások beszélgetnek, vagy fantáziának, az számomra egy teljes valóság volt. Elhitték? Nem. Senki nem hitt el. És a 1970-es években nem is voltak még ilyen könyvek, nem voltak filmek, semmi nem szólt erről. Kerestem mindenhol, kerestem a vallásba, kerestem a tudományba, és sehol nem találtam. Aztán egyszer csak jött egy új világ, 80-as, 90-es évekbe, valahogy nyitott az ember, és egy ezoterikus világ indult el. De az ezoterikus világ csak érintette ezeket a dolgokat, nem szólt még a szellemvilágról. Én bejártam a Földet. A dél-amerikai sámánoktól,
az ausztráliai aboriginálokig. Igyekeztem mindenhol valahogy nyomokat találni az a különös dologhoz, amit belül mindenki érez, hogy van. Csak nincs, aki erről beszéljen, aki mintát mutasson. És egy idő után a gyakorlati tapasztalataim alapján, a sok gyógyult ember csodája alapján bekerültem egy csodavilágba, és megpróbáltam analizálni, hogy hogy működik, mi működik egy olyan esemény mögött, amikor van egy gyógyíthatatlan ember és meggyógyul, amikor van egy vakember és újra lát, és amikor az ember kezei közül kerülnek ki ilyen emberek. És ott lehet ebbe a csodába, mert a gyógyuló ember mindig a csoda, nem a gyógyító, akkor egyre közelebb kerülünk valamihez. És volt egy kedves úri ember, aki Brazíliába ért, dr. Licsek Ákos, akinek sikerült egy szívműtétjét elkerülni, mert eljött egy kezelésre hozzám, és ő megajándékozott engem azzal, hogy kommunikálni tudjak a szellemvilággal. Azóta ők tanítanak. Bármit hallottam tőlük, mindent leellenőriztem, és minden tökéletesen passzolt. Akkor nem baj, hogyha hitetlenkedünk? Abszolút nem baj. A hitetlenkedés vezet el oda, hogy amit a dogmák körbezárnak, ezt a bűvös, titokzatos valamit föl tudjuk törni. És amikor a dogmákat mi megkérdőjelezzük. Tehát akkor nem az Istent kérdőjelezzük meg a hitetlenkedéssel, hanem a dogmákat. Bizony, a hitetlenkedéssel, a szellemi hitetlenkedéssel soha nem az Istent kérdőjelezzük meg, hanem a vallást és a tudományt. Mert a vallás azonosította magát Istennel. Az emberek azt hiszik, hogy a vallás egyenlő Istennel. Isten nem hozott létre vallásokat. A tudomány megtagadta az Isten, de elvárta, hogy őt istenítse mindenki. Tehát két olyan irány, ami úgy tűnik, hogy ellentétes, holott majd csak ugyanaz. Az a lényegük, hogy a szellemi önvalónktól eltávolítson bennünket. És ezt nagyon jól csinálják. Milyen az Isten mondjuk Brazíliába, aztán Ausztráliába, Ázsiába és Európába? Végig jártam ezeket a helyeket. Ázsiának nincs Istene. Nem hisznek az Istenben, nem hisznek az örök életben. Ők nem hisznek, ők vannak. Ausztráliában mélységes Isten tudat van. Az aborigináloknak nem vallása van, hanem úgy is mondhatjuk pogányok, de a pogányság az nem istentelenséget jelent, hanem nem hiszi az Istent, hanem tudja. Fűbe, fába, virágba, emberbe, mindenkiben. Dél-Amerikában, végigjártam Dél-Amerikát a Perútól Ecuadorig, Argentináig, meglepve tapasztaltam, hogy már a Titicaca tavon a sámán is Atyafiú Szentlélek nevébe áldja meg az indiánokat. Már elfelejtették, hogy szellem létezik. Nagyon sok helyen jártam, nagyon sok vallást igyekeztem megfigyelni belülről, elmélyültem ezekbe a vallási irányzatokba, de nem találtam meg azt, ami igazán közel van Istenhez. Mert ahhoz, hogy Istenhez közel kerüljünk, ahhoz nincs szükségünk vallásra. A tudomány pedig pont az élet kitalálva, hogy még csak a lehetőségét is kizárja annak, hogy Isten van. És én ilyenkor meg szoktam kérdezni a tudósokat, hogy mondják már meg nekem, legyenek kedvesek, mi az anyag? Megengedi, drága Anikó, hogy idézzem Max Plancknak a beszédét, amikor ő átvette a Nobel-díját 1918-ban. Ő elméleti fizikus volt, kvantumfizikus. A következőt mondta. Az anyag egésze kizárólag egy olyan erő hatására keletkezik és marad fenn, amely az atom részecskéit rezgésbe hozza, és végül parányi naprendszerét
összetartja. Az univerzumban minden, ami létezik, energia által jön létre. Azt kell feltételeznünk, hogy az energia mögött egy tudatos elme létezik, ami a mátrixot megteremti. Mindezt úgy is mondhatjuk, hogy a hagyományos értelemben vett anyag valójában nem is létezik. És ez a bizonyos tudatos elme, ez az anyag ősforrása, ez az Isten. És ezt ott elmerte mondani? El. És mi volt rá a reakció? Nem csak megkapta azért. Nem csak ő merte ezt elmondani, hanem olyan biokémikusok is elmerték ezt mondani, akik nem restelték bevallani azt, hogy a tudásuk a túlvilágról érkezik, mégpedig álmok formájában. Ugyanis maga Albert Einstein is mondja, hogy a tudósoknak a legnagyobb titka, hogy honnan jönnek az új információk, mi a forrásuk, azt ja nem kell restelleni, ezt bevallani, hogy oda átról. A biokémiának a nagy atya is arra ösztönzi a tanítványait, hogy tanuljanak meg álmodni, mert az üzenetek onnan jönnek át. Ezek szerint azért a tudósok között is vannak médiumok, és milyen alapon választja ki, úgymond a Jóisten, hogy akkor kin keresztül üzen? Felkészült elmére van szükség, hogy az isteni üzenetet is valaki megértse, fölfogja, át tudja magán futtatni. Nagyon sok fantasztikusan fölkészült tudós van. De maga Churchill mondja, a tudósok nem azért vannak, hogy rendelkezzenek, hanem hogy mi, vezetők, rendelkezzünk velük. Wow. Nagy különbség. A tudományt sokan istenítik. És hogy egy háborúba kigyőz, az attól függ, milyen pusztító fegyverei vannak valamelyik oldalnak. Hát, ha az istenítés mértéke a tömegpusztító fegyver, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy a jó Istentől jönnek ezek a sugallatok, vagy a másik oldaltól. És amíg eltitkolják az emberek előtt, hogy két teremtő van, az egyik jó, hát ha van jó, akkor kell lenni egy másiknak is, a rossznak, amíg eltitkolják, addig az emberek kell, lehet játszani. Az emberek nem tudnak felkészülni a rosszra. Félre vannak vezetve. Én tudom, van jó és rossz, mindig fölteszem a kérdést magamba, vajon ez most kitől jön? De ha én úgy gondolom, vagy úgy hiszem, hogy egy Isten van, ezt a kérdést föl sem teszem. Azért ez egy materialista világ még mindig, és nem tudjuk úgymond, nem is akarom győzködni mondjuk az embereket, hogy van jó Isten, meg akár. Tehát ha még a jó Isten sem tudom elérni náluk, hogy mondjuk higgyenek benne, akkor most azért ez egy nagyon nagy lépés, hogy mindjárt kettővel próbálunk meg. Mi az az eszköz a mai világban, amivel egy picit rá lehet ébreszteni az embereket erre a tudatra? Tanítani kell az embereket. Ahhoz, hogy átmenjünk egy új világba, mert ennek a világnak a teljes csődjét mindenki látja. Tönkrement a föld, elsivatagosodtak a földek, mert egy ember kitalálta, hogy amit a növény kivesz a talajból, azt pótolni kell. Nátriumot, káliumot, foszfort, magnéziumot, nitrogént. 50 éve elkezdték az növényeket műtrágyázni. Már a második év során kiderült, hogy ezek a növények elgyöngülnek, és millió betegség jelent meg. A műtrágyák után bekövetkezett ez a krízis helyzet. Elkezdtek növényvédőket használni gombák ellen, bogarak ellen, egyre gyöngébbek lettek a növények, és műtrágyák és növényvédő nélkül már szinte nem is lehet növényeket termelni. Nem titok, a föld majd csak 80%-a elsivatagosodott, ha nem kap műtrágyát, nincs rajta termés. Tönkretették a földeket.
tönkretették a levegőt, tönkretették a vizeket. Ez mind a tudománynak a vívmánya. András, ha ezek mind tönkrementek, akkor feltételezhetően ez a, úgymond a sötét oldalnak a sugallata, hiszen... De ezt, amikor valaki feltalálja, akkor ő úgy gondolja, hogy egy jó dolgot talált fel. Tehát honnan tudja azt az a halandó, hogy ő most büszke arra, amit feltalált, és úgy gondolja, hogy az életet előre viszi, és aztán 20-30-50 évvel kiderül, hogy egy rossz sugallatot kapott. Nem vizsgálják meg, milyen áron teszik, amiket tesznek. Milyen áron? Nincs szellemi kapcsolatuk, csak elméből dolgoznak. Ez a probléma. Amíg a jó Istennel, az égiekkel közvetlen kapcsolata volt az emberiségnek, nem történtek ilyen dolgok. Évezredeken keresztül nem történtek ilyen dolgok. Miután megtagadták a Teremtőt, nem hallgattak már a szellemben kapcsolatot élő emberekre, csak az elméjükre, és tudni kell azt, hogy szellemben a jó Isten súg. A sötét oldalnak arra van hatalma, hogy az elmébe súgjon. És mióta csak az elmére hallgatnak, így nem látnak semmit előre. A jó Isten előre látott mindent, meglát is mindent. A sötét oldal szintén látja, de olyan dolgokat súg a tudósok fülébe, aminek beláthatatlan következményei vannak, hiszen ő ember ölő kezdettől fogva. Már most hallom azokat, akik ilyenkor azt kérdezik, hogy jó, de hát ha jó Isten ilyen erős, akkor miért nem tesz rendet? Várja, hogy rádöbbenjenek az emberek. Mekkora hibát követtek el, hogy a teremtőjüket teljesen figyelemen kívül hagyták. Soha nincs késő. Ahhoz, hogy felépíthessünk egy új egészséges virágot, ahol moralitás van, ahol jellem van, ahol tisztesség van, ahol stílus van, ahhoz a szellemi erőkhöz kell nyúlni, és nem az elme sötétségéhez. Hogy tudom otthon ezt megtenni? Nehéz. Én nagyon sok időt töltöttem Indiában, meditálni tanultam, és sikerült magamban csöndet teremteni. De a csönd az még nem hozza a valamit. Ott meg lehet hallani a szférák zenéjét, bizonyos lelki élményeink lehetnek, de a szellemi élményekhez egy mélyebb tudatosságra van szükség. A meditáció jó arra, hogy kikapcsoljuk az elmét, de hogy a tudatunkkal rákapcsolódjunk magasabb szellemi dimenziókra, az rengeteg mindent meg kell, hogy tanuljunk. Egyedül autodidakta módon van erre lehetőség? Nagyon nehéz. Elképzelhető, drága Anikó, hogyha ön is megtanult volna egy olyan dolgot, hogy például leírja, amiket mond. Lehet, hogy 5-10 év alatt összetudott volna rakni egy rendszert, amivel a gondolatait le tudja írni, de nem biztos, hogy más tudta volna olvasni. Minden dolog mögött egy nagyon komoly, sok-sok éves felkészülés van, gyakorlat van, tanulás van, és bizonyságtétel. A bizonyságok adják azt, hogy amire rájött, amivel összekapcsolódott, hogy az tényleg jó. A szellemvilág előre elmond, van úgy napokkal, hetekkel, sőt évekkel dolgokat, hogy mire vigyázzunk, a sötét miben töri a fejét. Együtt forgattunk egy filmet a vírusokról. A nagy vírusjárvány előtt egy évvel. A szellemvilág mindent elmondott előre. Szokták tőlem kérdezni, mit lehet most csinálni ebbe a krízis helyzetbe. Csak annyit tudok mondani, én eddig is meg tudtam oldani, meg most is meg tudom oldani. Mert erre a jó Isten fölkészíti az embert. De egy olyan dolgot megoldani, amivel elrontanak valamit, ugyanazon a szinten megoldani, lehetetlen. Mindig egy dimenzióval följebb kell, hogy lépjünk. És előre kell tudni ezeket a dolgokat. Nagyon sok ember jön, aki prófétának vallja magát. Én ugyanúgy mosolygok sokukon, mint ön is.
egy szellemi üzenet előre mondja el, hogy mi lesz, és nem utólag okoskodik. Talán az egyik legjobb fokmérője annak, hogy valaki önmaga okosságait mondja, vagy odaátról üzeneteket közvetít. Milyen típusú az az ember, akinek igaz hite van? Egyáltalán az igaz hit, azt mondhatjuk-e azt, hogy a jó Istenbe vetett hite? Az ugyanaz? Egész biztos. A jó Istenbe vetett hite, és abban lévő hite, hogy ő szellem. Hogy ő bár megszületik és meghal, de a vallás ugye azt mondja, megszülettek, és meg fogtok halni, és itt a vége mindennek. Egy igaz hitű ember tudja, hogy a valamiből jött, itt van, és megy a valamibe. Ez a szellem örök élete. A születésnek az ellenpárja a halál, de nem az életnek. És egy igaz hitű ember ezt tudja, hogy örökké él. Őt a Jóisten teremtette, ő a Jóisten teremtménye, és még a Jóisten él, ő is él. Vannak olyanok, akik saját életüknek, saját kezükkel vetnek véget. Ez a bűnök egyik legnagyobbika. A bűnöket nem másokkal követjük el, hanem saját magunkkal szemben. Életet csak Isten adhat, és ő vehet el. Mik a bűnök? Irigység bűne. Amikor valaki irigykedik, ez a sötét oldalnak a tulajdonsága, beleoltja az emberi elmébe az irigységet. Gyűlölet. Beleoltja az emberekbe, hogy gyűlöljenek valakit. És tessék csak megfigyelni, amikor valaki gyűlöl, ki jár rosszul? Az, aki gyűlöl, gyűlik és öl. Kit? Saját magát. Félelem bűne. Az emberek félnek a haláltól. Beléjük van oltva a halálfélelem. Holott a halál Isten legszelitebb karja, amikor az embert a földi létből visszaviszi az örökké valóságba. Kisebb rendűség bűne. Amikor az emberek azt hiszik, hogy ők valakitől kisebbek. Holott éppen attól függően, hogy hanyadik életüket élik a földön, egy bizonyos szellemi fejlettségnek megfelelő életet élnek. De nem kisebb rendűek senkitől, és a nagyobbak nem nagyobbak senkitől. Többet tapasztaltak, egy kicsit közelebb állnak önmagukhoz. Szellemi önmagukhoz. Akkor azért jócskán eltér a 10 parancsolattól. Tessék nézni, amikor Mózes lehozza a 10 parancsolatot, ott van benne, hogy ne ölj. És látja, hogy a törzs egy aranybornyut készít, és táncolnak körülötte. Az aranybornyú az egy női istenségnek a szimbólum, a Isten anya szimbólum. És legyilkoltatja a törzset. Ott van a 10 parancsolatban, ne ölj. És mi az első dolga? Legyilkoltatja azokat, akik egy női istent tisztelnek. Jézus az Új Testamentumban első dolga, hogy egy új parancsot ad. Eltörli a 10 parancsolatot. Mert minden, ami tiltva van, azt az ember szeretné, és ezt Jézus nagyon jól tudja. És azt mondja, új parancsot adok ti néktek. Miért szeretnénk, ami tiltva van? Az emberben benne van ez a tulajdonság, ki akarja próbálni magát. Tessék megfigyelni, hogyha egy anyuka odaszól a gyerekének, hogy ne fuss át az uton, a gyerek átfut az uton. Tehát mindig azt csinálja, ami tiltva van. És Jézus ad egy új parancsot. Szeressétek egymást. A mai világot én úgy látom, az önzés vezérli, nem a szeretet. Végtelen önzővé váltak az emberek. A szeretet olyan érdekes fogalom, hogy nagyon sok mindent el lehet mögé bújtatni, ami viszont pont az ellentéte. Egyetértek vele, nem is nagyon szoktam használni a szeretet szót. El van csépelve. Ugye abszolút egyetértek önnel. Egy elcsépelt szó. Valójában egy csoda. Csak nagyon sokan mögé múltak. Amikor tőlem megkérdezik, hogy számomra mit jelent a szeretet, hát én annyit szoktam mondani egy édesanyát, aki ezerszer, meg ezerszer, meg ezerszer megeteti a gyermekét, és nem vár viszonzást.
Egy madárka, aki megeteti ezerszer meg ezerszer a fiókáját, de nem vár érte viszonzást. A szeretet egy olyan különös dolog, hogy akkor képződik, amikor adunk. És sokak megkeresnek azzal, hogy ők nem kapnak szeretetet. És ilyenkor elmondom, hogy mert azt nem is lehet, azt adni kell. Akkor termelődik az emberben. Ez olyan, mint a hála? Ugyanolyan mély lélektani, szellemtani dolog. A hála érzése, a szeretet érzése. Egyszer megkérdezik Jézust az apostolok, hogy miért szereti Mária Magdalát jobban, mint őket? És Jézus így válaszol. Hát, ha őt szeretem, nem benneteket szeretlek? Ez egy érzés. És ha az a felszínre jön, abban mindenki jól érzi magát. De a szeretet az nem olyan, hogy ajándékokat akarok kapni, mert érzem, hogy akkor most engem szeretnek. Nem, akkor engem megajándékoztak. Az is nagyon szép dolog. De a szeretet csak akkor termelődik, ha adok. Magamból, az időmből, az érzéseimből, a gondolataimból. Minél több felé? Érdekes kérdés ez a minél több felé. Azt mondják, aki két nyulat kerget, egyet sem fog. A szeretetnek bizonyára vannak szintjei, hogy én szeretlek téged. Aztán van egy másik pillanat, amikor öndrága Anikó szerelmes valakiba, az a szeretetnek egy magas oktávja. És van ettől egy még magasabb oktáv, amikor szerelmetesen szeretem az unokámat. És azt hiszi az ember itt a végettől van még egy magasabb érzés, amikor szerelmetesen szeretem a teremtőmet. Ki mit tud ebből megélni? Ezek érzelmi, lelki magasságok. Függ attól, hogy mi éppen hol tartunk. Meg lehet erre tanítani valakit? Egész biztos, hogy meg. Hogyan? A mintával. És ahogy a sötét oldalnak, sokszor a vallásoknak, a tudománynak vannak nagyon-nagyon rossz mintái, amit megtanulnak az emberek. Vannak őrzők, akik a teremtő, isteni mintáit őrzik, és vigyáznak, hogy ezek a minták megmaradjanak. Jézus úgy fogalmaz, ha csak egy is marad közületek új kalászthoz, és újra megtelnek a barázdák maggal. Mi ezekre a kvantum magocskákra ügyelünk. Ahogy mondta Max Planck is, a Matrix rendszer, a Matrix filozófia, a kvantumfizika, az elméleti fizika, ami valójában lélektan, ezekre a tökéletes magokra igyekszünk figyelni, vigyázni, mert a mi úrunk tökéletes. És igyekszünk őt lemintázni. Ugye sokakkal, amikor beszélgetek, és én büszkén vállalom, hogy András megtisztel a riportjaival, ugye azt mondják, hogy miért kell nekem, pap sem kell, meg egy tanító sem kell ahhoz, hogy nekem kapcsolatom legyen a Jóistennel. Miért kell András ennek a társaságnak, aki jó, azért most már sok ezer ember? Végig jártam a tudomány lépcsőit. Bármilyen furcsa is ezt kimondani, nem tanultam igazán életszerű dolgokat. Arra jó volt, hogy bárhová elmegyek a világba, van egy közös nyelv a történelemről, a filozófiáról, esetleg a villamosmérnöki múltamba, a villamosságról, van egy közös nyelv, amit az egész világban mindenki ugyanúgy megtanul. Nagyon sokat foglalkoztam a vallásokkal, a világ nagy vallásait tanulmányoztam. Nagyon érdekes, ma egy pap nem foglalkozhat más vallásokkal, mert bűnt jelent egy-egy egyházi közösségen belül. Én a világ nagy vallásait tanulmányoztam, hogy ki hogy gondolja, hogy hát ha valahol megtalálom a legjobbat. De mindenhol azt találtam, hogy ezek emberi dolgok. Nem sok közük volt Istenhez.
Bár a nagy írásokban, a testamentumokban, a Koránban, az Új Testamentumban proféták vannak, maga Jézus is oda átról, amit hoz az atyától, azt írja le, azt mondja el. De ő is arra biztatta az embereket, hogy kerüljenek közvetlen kapcsolatba saját szellemükkel, saját teremtőjükkel. Jézus egy nagyon komoly szellemi tanítást hagyott itt. Csak ezt ilyen szemmel ajánlatos nézni. Tulajdonképpen András a fordító. Segítek eleinte, hogy egy kicsit az emberek jobban rá tudjanak hangolódni erre a világra, mert amit én végigkínlódtam, azt már nekik nem biztos, hogy kell. Soha nem szeretnék kijelentéseket tenni, de azt, hogy mi van, arra úgy fölhívom a figyelmet. És ez egy észjárás. Vagy hagyd mondjam úgy, hogy azon túl. Mert ugye az elmével szoktuk az eszünket is azonosítani, de ez egy olyan világ, amikor lecsillapítom az elmémet, és hagyom, hogy oda átról súgjanak. És nekem nagyon sok mindent súgtak, nagyon sok mindenre tanítottak, és most, hogyha én is azt mondtam volna, hogy hát nekem nincs szükségem tanítóra, akkor igen nagy bajban lettem volna. Igenis mindig van szükség tanítókra. Mint ahogy írni, olvasni, számolni, áldja meg az Isten a tanítónak a kezét, aki megtanított. Csak régen a tanítót nem csak úgy hívták, hogy tanító, hanem úgy is, hogy nevelő. És a szellemvilág bármit mond, bármit tanít, nevelő jelleggel teszi. És itt a legnagyobb, a legkisebb. És a legkisebb, a legnagyobb. Alázat, szolgálat, a forrással szemben. Hogy tudom magam megnyitni ennek a forrásnak? Hozzon egy döntést. Ez ennyi? És utána nagyon szívesen bevezetem. Kezébe adok egy olyan könyvet, amit 10 év szellemekkel történő beszélgetésről írtam, leírtam, hogy ők engem mire tanítottak. Olvass el, és ha csak egyetlen szavával nem ért egyet, akkor tegye le, mert nem önnek való. Minden tanításuk szinte megbotránkoztatja az embert. És olyankor dúlva-fúlva megy egy kört az udvarba, és azt mondja, hogy de hát ez mind igaz. És az így megy eleinte, hogy az ember dúl-fúl. Volt egy plébános barátom, odaadtam neki ezt a könyvet. Piros, sárga, kimermelő firsztollal telehúzgált, és mondta, hogy felháborító, amiket itt üzennek neked, meg amit írsz, András. Mondom, add vissza. Na, arról szó se lehet. Hát igen, először az ember mérges, dübegurul, hogy lehet ez? Mert ellenére megy mindennek, amit eddig gondolt. Hát igen, hogy tudtak engem eddig így becsapni, félrevezetni? Vagy hogy én buta vagyok, hogy ezt nem tudom. Tehát, hogy sok olyan van, akikkel én beszélgetek, találkozom, hogy nem, ez nincs így, ez nincs így. Tehát, hogy annyira zárt, hogy egy picit sem hagyja meg. Aztán van egy következő vonulat, amikor azt mondja, hogy jó, hát tulajdonképpen lehet. Aztán van egy következő, amikor azt mondom, hogy na, akkor elkezd érdekelni, és elkezdem olvasni, és aztán elkezdek nyitott lenni azokra a dolgokra, amiket például nekem is súgnak most saját cégemnél, és előre 3-4-gyel nagyon sokszor látok dolgokat, érzek dolgokat, és köszönöm az égnek, hogy segítenek, de ezt belül érzem. Nincsen kézzelfogható bizonyíték rá. És ezért, amikor beszélgetek emberekkel, akinek nem, ez nem adatik meg, nem tudom, hogy mondjam el, mert az ember elkezd körülíró módon beszélni róla, hogy én ezt megkapom, én ezt érzem, nem hallom, mert nem súgják a fülembe, hanem érzem belül, és jön egy olyan gondolat, hogy az lesz a jó. És előre 3-mal jön egy ilyen gondolat. Tehát azért ez egy fejlődés. És ezután még milyen lépések vannak? Tehát ez egy nagyon hosszú fejlődés. Ez elérhető egy életben? Hát hogyne. Egész biztos. A tudatosságunk szintjéig
mert különböző tudatosságú szinteken vagyunk, ez attól függ, hány életet értünk rá, mennyi élethelyzetben voltunk, miket próbáltunk ki, és elérhető az életbe. Nagyon sok gyakorlásra van szükség, vezetésre, tanításra van szükség, és szépen elkezd az ember médiummá válni, mert ez egy médiumitás. De valamennyiünknek megadatott, hogy médiumitásunk legyen. Tessék elképzelni egy májusi cseresznyefát, ami kint van az udvaron. Még ugye éppen, hogy levélt hoznak a növények, ott már megjelennek a kis zöld cseresznyék, és május végén megjelenik egy-két piros cseresznye a fá. És így a többi zöld cseresznye mondja, hogy nézd már, hát mit csinál? Hát beteg, mit akar ez? Feltűnősködik? Eltelik két hét, és csupa piros cseresznye van a fán. Senki nem kért még bocsánatot az első kettőtől. Ez nagyon-nagyon jó történet. András, ugyanezzel a nyitottsággal és tudatossággal hogy segítenek az álmok? 870-ben törlik a szellemet a Bibliából. Aztán a tudomány megpróbálja kitörölni az Isten tudatot is az emberekből. De még mindig van egy kapu az embereken, amikor lefekszenek éjszaka, a szellemek álmukban üzennek. Ekkor kitalálja a kémiaipar, hogy gyártanak altatókat. Akik altatókat szednek, soha nem álmodnak. Aztán kedélyjavítókat találnak ki, aki kedélyjavítókat szed, soha nem álmodik. Aztán kitalálnak egyéb gyógyszereket, akik gyógyszereket szednek, nem álmodnak. Megfigyelték sok tízezer ember kísérletével, ha valaki nem álmodik két napig, ingerülté, türelmetlenné válik, nem találja helyét az életbe. Valójában mindenki minden nap álmodik négyszer fél órát, csak sokan nem emlékeznek rá. Azért nem emlékeznek rá, mert gyerekkoruk óta nincsenek erre ránevelve. Távoli országokban nagyon egyszerű népek azzal kezdik, hogy fölébrednek, és a gyerekek elmesélik, mit álmodtak. És megjutalmazzák őket reggel. Alig várják, hogy elmondhassák, mert fognak kapni valamilyen jutalmat. Nagyon sok ember úgy éli az életét, álmodik valamit, és másnap azt csinálja. Hiszen az álmok mindig prekognitívek, előre mutatóak, előre látóak, mindig a jövőt álmodom meg. És van úgy, hogy a holnapot, van úgy, hogy a saját holnapomat, van úgy egy közösség holnapját, van úgy egy nemzet holnapját, és van, aki az emberiségnek a holnapját álmodja meg. Ez attól függ, ki milyen tudatossági szinten van, mit tud fölfogni, mit tud közvetíteni. És vannak eszközei arra, hogy közvetítse ezeket a dolgokat. Ősi népeknél mindig tudták, hogy ki milyen álmodó, kis álmodó vagy nagy álmodó. És ha valaki becsapta a közösséget, és azt mondta, ő álmodott valamit, és az nem úgy volt, az sarlatán lett. Sokkal nagyobb bűn volt olyat mondani, ami nem igaz, mint hogy valaki nem emlékezett az álmaira. Ma hányan mondanak dolgokat, és nem lesz belőle semmi? Hányan hazudnak, és nem úgy fog történni? Mégsem mondják rájuk, hogy sarlatánok, pedig azok. Az álmok csodálatos dolgok. Ablak a szellemvilág felé. Bizony, vannak nem is kevesen, akik eljönnek 60-70 évesen is megtanulni az álom mesterségét, mert ez egy tudomány. Most egy 3 éves iskolát vezetek, ahol a tanítványaimat megtanítom lemenni mély tudatszintre, mély tudatszinten álmodni, és aki nem emlékszik az álmaira, azokat is megtanítom álmodni. Álom az álomban történik, és 3 év után a tanítványaim nagy része fog a jövőbe látó képességével bírni, ez a prekognícióval. Az álmok összefüggnek
vagy van egyedi jelentése is? Tehát egy-egy éjszakára érdemes odafigyelni, vagy pedig ez egy sorozat? Az álmok nem a mieink, ott kezdődik. Tehát az, hogy én álmodok valamit, az az álom nem az enyém. Az, hogy Anikó álmodik valamit, az nem az öné. Önön keresztül üzenték meg. Ezért nem csak, hogy igyekeznem kell megjegyezni, igyekeznem kell megfejteni, hanem kötelességem, hogy elmondjam másoknak az álmaimat. És tessék majd megfigyelni, hogy hogy beszélgetnek ma az emberek. Egyik ember is mond valamit, a másik is. Aztán ez változik. Megint mond, megint válaszol. De nem egymásra figyelnek, nem egymás gondolatait folytatják, hanem mondanak valamit. Figyelje meg, mi történik, ha valaki azt mondja, te azt álmodtam, rögtön odafigyel a másik ember, mert tudja, hogy az egy igaz, titokzatos dolog. Ha elmondjuk az álmainkat, minden figyelem ránk szegeződik. Mert szellemi a dolog. Mert csodálatos a dolog. Egy álomkurzuson, amikor hallgatjuk egymás álmait, és igyekszem rávezetni az embereket a megfejtésre, mert az még különlegesebb dolog, mint álmodni, megfejteni az álmokat. Mert egy külön nyelvezete van az álmoknak. Itt volt ez a megfejtés szó, tehát András megérezte, hogy mi a kérdés, ugyanis azért nagyon sokféle álomfejtőkönyv van. Nagyon sokféle értelmezése van, tehát volt, hogy én utána néztem egy dolognak, és akkor az 3-4 féleképpen is értelmezte az adott, hát mondjuk így, hogy akár az internet, akár könyv. Akkor melyik a valós? Mindenkinek saját jelképrendszere van. Wow. Az észjárását kell, hogy megfejtsük. Van egy észjárása az álmoknak, ezt kell elsajátítani, és a saját jelképrendszerünket mi saját magunk tudjuk tökéletesen megfejteni. Hát akkor ahhoz sokat kell? Mindig. Mindig? Mindig. És álomnaplót kell, hogy vezessünk, és vissza évekre látjuk, majd lesznek ismétlődő jelek, mikor, mit jelentett, legközelebb mit jelent. Álomnapló vezetése nélkül csak tehetséges kezdő az ember. Az álomnapló vezetése végtelen fontos, ugyanúgy, mintha valaki az elemek szellemi titkait szeretné megfejteni, neki mágus naplót kell vezetni, mert mágus napló nélkül soha nem lesz senkiből igazán nagy mágus. És itt a mágián azt értsük, hogy ismerjük a 4 elemet, tűz, víz, föld, levegő elemeket, az elemi tulajdonságainkat, a természetünket fejtjük meg, és uraljuk. Mert nem az a lényeg, hogy tudjuk azt, hogy van jó meg rossz, és hogy lássam, hogy ő jó, ő meg rossz. A lényeg az, hogy önmagamban fölismerjem a rosszat, és tudjam megfékezni. Andrásnak így befejező kérdésként mi a legnagyobb álma a következő évekre? Az én valóságom minden álmomat meghaladta. A képzeletemet csak a valóság múlta felül, azzal, amikor a szellemvilágra bíztam a tanításomat, és engedje meg, hogy egy mesét elmondjak, zárszóként. Ezeket nagyon szeretem. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy börtön. Sok-sok millió ember élt ebbe a börtönbe. Éheztek, fáztak, unatkoztak. Nagyon rossz állapotban voltak. Minden tönkre ment körülöttük. És egyszer úgy döntött valaki, hogy ne éhezzenek ezek az emberek, ételt fog nekik küldeni a börtönbe. Kamionok érkeztek a börtönbe. Rengeteg ételt, mindenféle konzervet és egyebeket hoztak. Az emberek ettek, ittak, de aztán néhány hét után ez a morfózis eltűnt, és mondták, jó, jó, van mit ennünk, de hát nincsenek ruháink. Úgy döntöttek néhányan, kamionszám ruhákat fognak küldeni ezeknek az embereknek. Fölöltözködtek bundába, cipőbe, meg volt minden ruhájuk, minden ételük. Boldogok is voltak látszólag néhány hétig, majd mondták, jó, jó, megvan minden ételünk, ruhánk, de unatkozunk.
újabb döntés született. Kamionszám küldték be az embereknek a videókamerákat, videólejátszókat, CD-lejátszókat, a legmodernebb televíziókat és pendrive-okat, kompjútereket. Az emberek jól el voltak megint. Most már nem unatkoztak, ruhájuk volt, volt mit enni. És egyszer csak jött valaki, aki kinyitotta a börtön ajtójukat. Kérdés, hányan fognak kijönni? Ez az ember, aki a börtön ajtóját kinyitotta, itt járt 2000 éve. Nagyon kevesen értik. János, a legkedvesebb tanítványa azt mondta, Istenem, drága Jézusom, mit nem adnék, ha csak egyetlen szavadat is értenék? Ma Jézusnak a történeteit mesélik el, lelki dolgokra is igyekszenek fölhívni a figyelmet, de Jézus Urunk szellemi tanítást hagyott itt hátra. De az emberek még nyomokban sem vélik fölfedni, mert hiányzik a szemüvegük, amivel megértenék. Tanítókra van szükség. És olyan tanítványokra, akik nem félig telt pohárral jönnek, hogy igen, én már tudom nagy részét a dolgoknak, hanem mernek üres pohárra jönni, és azt mondják, hogy semmit nem tudunk erről a világról. Mert ha valaki úgy gondolja, hogy minden tud már a szellemvilágról, egész biztos, hogy valami elkerülte a figyelmét. Hát András, akkora élmény volt ma is ez a... Na, azt sem tudom, mennyi idő. Úgyhogy csak sacra gondoltam, hogy valahol itt a vége. Sőt, nem is szeretném, ha vége lenne, úgyhogy biztos, hogy erről még beszélgetni fogunk, ha megengedi és megtisztel vele. De akkora élmény volt nekem ez a mai nap, hogy teljesen kikapcsolt minden érzékszervem, csak a Andrásra szegeződött minden figyelmem. Én mindig megköszönöm egy ilyen riport után, hogy András szóba áll velünk. Illetve egy másik, amit mindig megköszönök, és talán ezt már én négy szem közt mondtam, hogy ezek nem az én kérdéseim. Tehát ennek ma van itt az ideje, hogy önökkel is megosszam, hogy annyira koncentrálok Andrásra, de egy idő után ez nem koncentráció, hanem olyan kérdéseket kapok föntről, hogy úgy köszönöm, hogy itt lehetünk. Hálás vagyok érte.